Kárpátalja egyes vidékein, így a Volóci járás hegyei között fagypont közelébe süllyedt a hőmérséklet. Az időjárás fura fintora következtében július derekán havas eső és hóformájában hullott csapadék. A nyári hótakaró nem egy helyen órákig megmaradt. 22. alkalommal szervezte meg idén a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség a Mikeskelemen hagyományőrző alkotótábort, melyen olyan tanulók vehettek részt, akik érdeklődnek a magyar nép története, hagyománya, illetve művészete iránt. A jurtatáborként elhíresült rendezvény legfőbb feladata a nemzeti identitás erősítése, a természettel való közelebbi kapcsolat kialakítása és a résztvevők megismertetése a magyar nép hagyományával és történetével. 22 éve, amikor elindítottuk, akkor az volt a célunk, hogy a honfoglalás közelgő 1100. évfordulójára készüljünk, erről méltó módon megemlékezzünk. Ezért is indult jurtatábor néven, ezért is indítottuk a hagyományőrző körünket Salánki Ilyász kör néven, és hát ez többé-kevésbé sikerült is nekünk, megszerveztük az első táborainkat saját készítésű jurtával, erdőben, vadregényes környezetben, paraszlovacskákkal kezdtünk lovagolni, beszereztük az első íjainkat, megtanultunk íjászni, sőt lovasi íjászni, és aztán, ahogy felnőttünk, úgy jöttünk rá, hogy ez a kezdeti hőskorszak azért nagyon sok hibát, meg gyengeséget, hiányosságot is hordozott. Ma már talán szégyelnénk felvenni azokat az eszközöket, amiket akkor használtunk, de hát a kényszer nagyúrrá kényszerített minket, a szegénység, az anyagi helyzet, de aztán igyekeztünk évről évre fejleszteni a bázisunkat. Együtt erősebbek vagyunk. Ezzel a mottóval szervezte meg a Kárpátaljai Református Egyház a fogyatékkal élő gyereket nevelő családok napját. Több mint 350 fogyatékkal élő gyerek és felnőtt jött el, természetesen az őket kísérő családtagokkal együtt, a nagyszülősi járási Tisza Péter falvára, a helyi vidámparkba. Itt az áhítatok után bárki kipróbálhatta az összes attrakciót ingyen. A 26 éves Erzsébet tolószékhez van kötve, életében először ült óriás keréken. Minden jó volt, még ilyenben nem volt részem sose. Felülről szép volt a vidék? Gyönyörű, nem szép, gyönyörű volt, nagyon jó volt. Csapnál még egy kört? Hát, csapnék, csak nagyon nehéz. A szervezők változatos programot biztosítottak a résztvevőknek. A hajszobrászok bármilyen frizurát megcsináltak, az arcfestők tetszés szerinti lényé varázsolták a gyerekeket. A mozgáskorlátozottak lóra szállhattak és kipróbálhatták a lovasterápiát. A Vidám Parkban rengeteg csillogó szemű, mosolygós arcú emberrel lehetett találkozni. Végre merjük felvállalni azt, amit eddig nem mertünk, vagy nem mertek emberek. Azt, hogy vannak sérült gyerekeink, vannak sérült felnőttek, és ők is a társadalom része, és ezt el kell fogadni minden embernek, és Isten szemében mindenki egyformán értékes, és az a jó ebben a napban, hogy együtt tudunk lenni. Fogyatékkal élők és egészségesek, megadva mindenkinek az esélyt arra, hogy egy teljesebb életet éljen. Ez egy nyílt nap, ahová mindenki eljöhet, és én is új arcokkal, új gyerekekkel, családokkal találkoztam már, akik most döbbennek rá arra, hogy van egy ilyen szolgálat, van egy közösség, vannak sorstársak, és a gyermekükön lehet valamiképpen segíteni, valamilyen formában az ő életük megváltozik attól, hogyha a református egyház mondjuk így kínálatából ők is merítenek egy kicsit. Szeretet Istenem, téged is elér. A színpadon az egész nap folyamán szólt az urat magasztaló zene. Aki elfáradt, itt megpihenhetett, és módja volt a lelki feltöltődésre is.